hát engedjétek meg, hogy én is a Ravazdi nyugdíjasak és a Ravazdi Bélakutya Kulturális Egyesület nevében szeretettel köszöntsem a tényőinket ebben a tényleg 20 éves jubileum alkalmából. Tényő és Ravazd az gyakorlatilag egy rokon. Szinte ugyanaz a falu, hiszen mi nem kellett kimenni a közútra, hogy ide találjunk. Átjöttünk az erdőn keresztül, és már itthon voltunk. Itthon voltunk, és most is itthon is érezzük magunkat, ezért még külön köszönet. De másban is összekapcsolja Ravazdot Tényő, hiszen nálunk is van keretlen verseny és keretlen sütő hölgyek, mint ahogy Tényő. És de nálunk is közös az, hogy löszös zsombokon vagyunk jelen, és közös a madarunk, a gyurgyalak. Tényő is büszke rá, Ravaszt is. De emellett is van más közös dolog is, a borászat. Na itt Ravaszt nagyon lemaradt. A híres, a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert tényői vöröset, ezt még sokáig kell próbálnunk. Hát ezért gratulálom Tényőnek. És reméljük, hogy meg tudja ismételni. Megkósolhatjuk. Na most a Litomerszki Karcsivácsnak meg külön szeretnék gratulálni. Nagyon ritka, amikor egy egyesület a vezetőjével ugyanazt a születésnapot ünnepli. Ez tényleg nagyon ritka. És emellett egyszer volt alkalmam közel is ismertséget is kötni. A szülő hazámba azt lehet mondani, vezetett kiránduláson vettem részt Kárpátaljára. És ugye ott mindig van egy, mire emlékszem, mindig van egy ilyen kötelező fakultatív kirándulás az anyaországba odaérkezők számára, a Vereszkei hágót meg kell nézni, és a Karcsi bácsinál kötelező elénekelni a magyar himnuszt. Tehát erre mindenki emlékszik, aki ott volt. Amire kevésbé, ugye én egy ilyen családi házba be voltunk Vártihoz, együtt laktunk is, és ott a Karcsi bácsi hogy elővett egy kincset, egy talán 150 éves kamera obszkúrát, egy régi fényképezőgépet. Láttam, most már kicserélted, most már az újabb van. Na és ezt a kamera obszkúrát ő ajándékból hozta oda Kárpátaljára egy ilyen gyűjtőnek, aki ilyen régiséget gyűjtött. Én nagyon elcsodálkoztam, és meg is éreztem azóta, hogy vannak ilyen emberek, aki ilyen apróságra is gondol. Na most én is azon gondolkoztam, amikor idejövök, hogy mit hozok a Karcsi bácsinak, megmondom őszintén, szellemi ajándékot hoztam, vagy legalábbis annak tűnőt, 1700-ból. Az 1700-as évekből hoztam. Tehát egy kicsit ez azért mégiscsak idősebb, mint a kamera, de ez is ahhoz kötődik végre, hogy van még egy közös Tényőbe és Ravaszba. Mint a két közösségnek, ugyanaz volt a földesura, a pannonhalmi apátság. Na most nem a pannonhalmi apátság, az ahhoz kötődik. Ez Bácskában egy monostor, és ott egy Tazgóni Jakab nevű, egy ilyen festő és díszítő kapott megbízást az apáttól, hogy a monostorban levő festményeket, ami elég híres festmények vannak ott, hogy azt javítsa meg és renoválja. Tazgóni Jakab ezt követően megadta a számlát, és az apát úr elképett. Ennyi? Hát az egész éles munkánk nincs annyi, amit bevételünk. Kérek azonnal egy részletes számlát. És Tazgóni Jakab megcsinálta, és azt olvasnám én föl, 1700-ban történt, és 1881. február 1-én jelent ez meg egy újságban, onnan származik. Tehát az árjegyzéket olvasnám. Először a 10 parancsot kijavítottam, és fényesítettem. 5 forint, 12 fillér. Másodszor Pontius Pilátus megszépítettem, lemostam a kormot a képéről, süvegére egy gyönyörűséges szalagot illesztettem. 3 forint, 6 fillér. Harmadszor Szent Péter kakasának új talajt készítettem, 2 forint, 3 fillér. Negyedszer. Egyik latort jobban a kereszthez kötöttem, és egyik ujját kiigazítottam. 14 forint, 18 fillér. Ötödször Gábor főangyalnak szárnyába tollakat tettem, és azokat megaranyoztam. 2 forint, 7 fillér. Hatodszor Kajafás szolgálóját megmostam,
és orcáját kipirosítottam, 5 forint 12 fillér. Hetedszer az eget kiújítottam, megtoldottam 2 csillaggal, a napot megaranyoztam, a holtat megtakarítottam, 7 forint 14 fillér. 8-szor a purgatórium lángját felélesztettem, és néhány lelket megjavítottam. 6 forint 6 fillér. 9-szer hasonlóan bántam a pokollal, Lucifernek új köntöst készítettem, és új körmöt festettem a kárhozottak előnyére. 4 forint 10 fillér. 10-szer Heródes öltönyét újra beszegtem, 2 fogat adtam neki, sparókáját kifodroztam és behoroztam. 3 forint 2 fillér. 11-szer Ezékiel nadrágját foltoztam, és mellényére 2 gombot tettem. 2 forint 3 fillér. 12-szer Balán szamarának füleit meghegyeztem. Kitakarítottam 2 első lábát. Megvasaltam. 3 forint 7 fillér. 14-szer 2 fülbevalót csináltam Sárának. 15-ször Dávid palitjájában. Új kavicsot illeszettem, Góliátnak fejét megnagyítottam, jobb lábát hátrább helyeztem. 3 forint 1 fillér. 16-szor Sámson szamarának új fogakat készítettem, 52 fillér. 17-szer Noé bárkájának hasadékait lekátrányoztam, öltönyére zsebeket csináltam, 6 forint. 18-szor a tékozló fiúnak az ingét megfoltoztam és kivasaltam, 3 forint 4 fillér. 19-szer a szamarita nő korsójának új füret készítettem, 1 forint. Összesen 78 forint 10 fillér, még tisztelte Tazgul Jakab festő és díszítő. Hát én ezt szerettem volna átadni, még egy kicsit ugye akkor a további hossz is egy kis vidámságot akartam, nem tudom mennyire sikerült. Hát még egyszer akkor köszönjük és gratulálok! Ravaszi nyugdíjas klubnak az elnöke, Molnár András. Köszönjük szépen!